Novembertől elektronikus receptet állítanak ki az orvosok, ugyanis megkezdi működését az elektronikus szolgáltatási tér. Az egységes adatbázist a páciens, az orvosok és a gyógyszerészek gyorsabban és hatékonyabban használhatják majd. Ónodi Szűcs Zoltán erről is szólt szerdán házi látogatása során. Elmondta azt is, idén megnövekedett a háziorvosi praxis vásárlási és letelepedési támogatás. Az idén ugye meglettek duplázva azok az források, amiket egy, egy kollégám tud igénybe venni letelepedésnél, vagy praxis vásárlásnál. és látszik is, hogy ennek volt hatása, mert hiába emeltük meg évvel 500 millióval ezt a keretösszeget, elfogyott szeptember közepére. Úgyhogy most meg kellett emelni újabb 1 milliárd forinttal, úgyhogy még soha ennyi pályázatot nem kellett elbírálni. Ha jól tudom, ebben a hónapban le is kell ezt zárnunk, hiszen évvégéi pénzügyi zárással el kell tudnunk bírálni minden beadott anyagot. Én nagyon remélem, hogy nem lesz finanszírozási akadály sem, hogyha valakinek esetleg nem jók a formai követelmény, az el tudom képzelni, de hogy forrásunk mindegyikre lesz, az egészen biztos. Milyen feltételei vannak ezeknek a pályázatoknak? A letelepedésnél, hogyha egy praktikus üresen állt több mint egy éven át, akkor tól kezdve indul el az összege a, a támogatásnak, hogyha 5 éven keresztül volt üresen a praktikus korábban, akkor 20 millió forint nettó támogatást vehet valaki igényben. Azt gondolom, hogy egy fiatal kollega számára a csókkal együtt, ez már akkora összeg, amely egy karriert el tud indítani az ország bármely pontján. Folytatjuk a stúdióban Csikós Péter, a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Nos, ez a pályázat, ami már tulajdonképpen ebben a hónapban ö, első körben be is ö, zárult, ö, a praxis vásárlást és a praxis letelepedést is ö, támogatja. kettő között mi a különbség? Ugye az egyik az, hogy amiről államtitkár úr is beszélt, hogy vannak olyan praxisok, amelyek tartósan betöltetlenek. Ennek megvan a magyarázat, hogy 12 hónapja nem látott el területi ellátási közösséggel házi orvos feladatokat olyan finanszírozás alapján. Na most ezeket támogatja, hogy a 19, 12 millió forinttól 20 millió forintig akár. De nem szabad elfelejteni, hogy van egy másik támogatási forma az OEP, a régi OEP, tehát a neak tól ez pedig amikor uh, szeretnének szeretnének praxisokat vásárolni, működő praxisokat szeretnének megvásárolni fiatal orvosok, vagy éppen a uh, kezdő orvosok, arra is van támogatási lehetőség, és ugye azt is nagyon nagy számban veszik igénybe, mert ott 4 millió forint támogatást lehet kapni, és ezek visszanemtétendő pályázati lehetőségek. Azért ez a többi jellemző lehet, hiszen arról lehet hallani folyamatosan, hogy a háziorvosi rendszerben is előregszik a korfa. Úgyhogy vannak olyan praxisok, ahol nyugdíjba vonulnak, tehát üresen maradhatna. Nyilvánvaló, hogy a nagyobb városokban és a megyeszékhelyen nem lesz üres praxis. Igen, tehát ugye a egyháza, én azt gondolom, mindig kiemelt volt ebből a szempontból, és érezhető is valóban ennek a ennek a, egy nagyon jó aránya, mert hogy egyre fiatalodik, egyre több olyan fiatal e, szakorvos jelentkezik vásárlásra, háziorossal e, egyetem, és lesz háziorossa, akik e, ugye megfelelő ne a finanszírozás által ezt meg tudják vásárolni, mert hogy nem volt alapvetően esetleg tőkejük, de így ezzel a finanszírozással tényleg előbbre tudnak lépni. És a másik pályázati forrás, a praxis letelepedési pályázat, ugye azt tudjuk, hogy háziorvosi praxisok vannak üresen az országban, és bizonyos megyékben nagyobb gondok vannak, például Borsoda Zemplén megyében, azért szatmár Bereg megyében inkább számottevően a vegyes praxisokban van gond, igen. ezt nemrég elmondta nekünk a tiszti asszony, de van üres állás házi orvos, felnőtt házi orvos, illetve fogorvosi igen. körzetben is szatmár Bereg megyében. Tehát ez az összeg, ez már vonzó lehet ahhoz, hogy letelepedjenek mondjuk a kisebb településeken is az orvosok, doktorok? Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván település függő is a dolog, hogy hány fő a lakosság szám. Mert azt azért számba kell venni, hogy nyilván oda egy orvos, hogyha kap x millió, 10 millió forintokról beszélünk, amiért ő neki vállalni kell 4-5-6 évre azt, hogy ő ott lesz háziorvos vagy fogorvos jelen esetben, azért nyilván ő neki meg kell találni azokat a számításokat, hogy családot szeretne alapítani, hol fognak járni a gyerekek, és nyilván az lenne a jó, hogy abban a környezetben nőne fel a család mindennel, és utána ott tudna maradni. Nem szabad elfelejteni, hogyha lejár ez a pályázati lehetőség, hogy mondjuk kapott 20 millió forintot, és tényleg ezt igazániból ő megkapja, fizikailag el tudja költeni arra, ami a, az ő igényeihez szükséges, tehát nem csak kimondottan a, a, rendeléshez, hanem mint egy motivációs lehetőséget, utána ő maradjon ott azon a területen. És ugye ez egy nagyon fontos tényező, hogy itt jön elő az, az egyes önkormányzatok, ahol van ilyen, hogy ők hogyan tudják maradásra bírni az orvost, és nyilván az orvosra együtt a családot, hogy ott maradjon és azon a területen elkezdi és folytassa majd a gondozás, gyógyítás, bármilyen más formáját. Az elmúlt években többféle támogatás is volt, amit a házi orvosok családorvosok, vagy pályázati formában, vagy pedig célzottan megkaphattak, ezekkel elégedettek-e, illetve milyen állapotban vannak a praxisok, leterheltek-e még, milyen a technikai felszereltségük, azért ebben is volt az elmúlt években változás. Igen, tehát kettő... Változás. Igen. Igen, nagyon jó a kérdés, mert 2010 óta azért megduplázódott tényleg a finanszírozás, egyfelől felül, másikban az, hogy ők is pályázhattak. el. nem szabad elfelejteni, hogy ezek vállalkozó, tehát nagyon nagy számon vállalkozó háziorosok, vagy vállalkozó társas vállalkozások, akik ugye háziorosi feladatokat látnak el, és rengeteg pályázati lehetőség volt, mind eszközbeszerzése, mind human erőforrás fejlesztése. Ugye ez önkormányzat függős, ugye nyiregyháza, kimondottan támogatja hogy az alapellátásban dolgozó orvosoknak az itt maradását, illetve a működését, épületek felújítása, volt Vétét. Én azt gondolom, hogy most kiterjesztetté vált ez az alapellátás fejlesztés, és a kormánynak nem hiába az elmúlt években tényleg propagálja, hogy az alapellátás fejlesztése milyen fontos, mert ezzel ugye nagyon sok mindent érnek el. Nyilván lesz egy olyan, hogy a lakosság megelégedettebb lesz, az első találkozás a házorvosokkal, illetve az egészségügy az a házorsoknál történik, illetve a kórházról a terhelés le lehet venni, vagy csökkenteni lehet, ezáltal meg lehet azon a szinten, ugye a szinten nagyon sok vizsgálatot, diagnosztikát meg lehet, el lehet végezni. Tehát így én azt gondolom, az egészségügyi fejlődni fog, de ezt hozzáteszem, teszem nagyon fontos, hogy a, a lakosságnak is fejlődni kell a gondolkodásban. Nem mindig azt gondolják, hogy ha bemegyek a kórházba, a szakrendelőben sokkal jobb lesz, amit ott mond az orvos, mint a házi orosom. Jó, tehát ugye nekik is kell azt, hogy ez a házi rendszer nem csak technikailag fejlődik, hanem szakmailag is, mert ezt nyilván hozzátesszük azt, hogy rengeteg olyan szakmai továbbképzés van, lehetőség, rendszer, stb. minden más, amivel a házi rendszerünk szakmailag is fejlődik. Tehát nem csak az, ami kubatúrába bemegyünk, és gyönyörű, szép, jól érezzük magunkat, már mennyire lehet jól érezni egy orvosi rendelőben, hogy váróban magunkat, hanem szakmailag is éreznünk és bízunk el az orvosban, és nem beszélve nem csak az orvosban, abban a szakemberben, aki az orvos mellett, vagy esetleg a későbbiekben, jövőben ott lesz, hogy ő a szakmailag megfontoltan elmondja, és innentől meg fog gyógyulni. Egyébként a leterheltséget tekintve a szakellátás, a szakorvosi ellátás és a háziorvosi ellátás ugyanúgy, vagy egyformán panaszkodik arra, hogy vannak leterheltebb időszakok, vagy vannak olyan, hát most így nevezem azt, hogy felesleges orvosbeteg találkozások, amit már ugye részben majd az a non-doktori képzés, ami elindult, és erről már ebben a stúdióban is beszélgetünk, hogy itt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán is van ilyen képzés, valamennyire, vagy valamelyest tehermentesíteni fog. Ugye a letérhelés is mind a két helyen jellemző. Ha az ő egyik csoportot hallgatnám, meg biztos, hogy ők mondanák a másik. Tehát nagyon sok olyan orvosbeteg találkozás van, ami vagy lehetne rövidíteni, vagy lehet, hogy felesleges. Tehát egy beteg, hogyha elmegy a szakrendelőbe és a háziorvoshoz, és ugyanazzal a panaszokkal, és ugyanazokat hagyja, és megnyugszik, az lehet, hogy neki jó, de a rendszer szempontjából nagyon hátrányos, mert ez nagyon költséges. Tehát nyilván egy szakrendelőnek a fenntartása, azt mondom, a költségesebb, mint az alapellátásnak a működtetése. Tehát így ebből a szempontból tényleg az lenne jó, hogyha csökkenne ezeknek a betegnek a kettős útja. Nyilván ez benne van, hogy a betegút szervezés ez egy fontos dolog, fontos dolog, lesz. Az zemet kompetenciájú szakembereknek, szakembereknek, a végzett szakembereknek a, rendszerben való megjelenése nyilván ezt a leterhelést még tovább fogja javítani, hogy az orvosok tényleg a gyógyítással fognak foglalkozni, és az emeltebb gyógyítással. Olyan szakemberek jönnek ki az egyetemekről, akik kint külföldön, nyugaton már bevált hogy olyan kompetenciákkal rendelkeznek, amit ma azt mondjuk, hogy orvosi kompetenciák közé tartozunk, holott ez szakember, megfelelően képzett és vizsgált, a többi szakember el fogja tudni végezni a receptet. Igazániból nem csak a, az orvos most már a kezünkbe adni, vagy nem a kezünkbe adni, igen, igen hanem egy nagyon jó szakember is szakdolgozó is azt tudja mondani, hogy kiírom a receptet. Hisz mai napig is van olyan, hogy nem mindig van orvos-beteg találkozási recept kiadásnál. Egyébként bizonyos diagnosztikai vizsgálatokat is megcsinálhat majd ez a szakember, Igen. hogyha ezekkel a kompetenciákkal bír, és nagy jelentősége lesz az úgynevezett praxis közösségekben is, hogyha ezek megalakulnak. Már pedig ezek megalakulhatnak, erre van lehetőség. Igen, tehát ugye a másik alapelátás fejlesztése, ami megint külföldön már működik, tehát ugye nem mindig nekünk kell kitalálni az újat, hogyha már mások más országban, más rendszerekben működik. Ezek a praxis közösségek. A lakóhely közeli ellátás egyik jelentősége lenne az, hogy adjuk meg a betegeknek, lakosoknak azt, ami a lehető legközelebb ott van a közelükben, ez a házorsi rendszer, akkor több háziorvos összefog különböző szakorvosokkal, szakemberek, és együttesen segítenek a lakosságnak, vagy a gyógyulásban, az egészség fenntartásában, nagyon sokféleképpen lehet mondani. És ugye ebben lenne egy nagy szerepe, ez a kiemelt kompetenciájú, vagy kiterjesztett kompetenciájú szakembereknek a feladata, akik akár, önállóan végeznek diagnosztikát, terápiát, és rendelnek el receptet bármilyen más formában. Ugye ez megint lesz egy fontos dolog, hogy már elindult a képzés. Másfél-két év múlva, ugye másfél év múlva kijönnek a hallgatók, a lakosságnak is el kell tudni majd fogadni, hogy ezek a szakemberek jót fognak tudni mondani, jót fogják tudni csinálni, amit, amit megtanultak. Tehát én mindig azt mondom, hogy a, a mint hogy a szűréseknél is, mi, mint egészségügy rendszer, keveset tudunk hozzátenni, sokkal többet tud a lakosság. Tehát amikor a képzés megindul, kijönnek a szakemberek, a lakosoknak az lesz a feladatuk, hogy higgyenek bennük. Nos, akkor beszéljünk a legfrissebb dologról, az R-receptről beszél mindenki néhány hét múlva, novembertől ugye el is indul ez a rendszer, már augusztusban, tehát a nyár folyamán tesztelték, és kiállt a próbát, lehet azt mondani, hogyan fog működni ez az egész rendszer, mert most még erről nem sokat tudnak az emberek. Igen, sőt, mondhatnám azt, hogy mindenkiben, vagy hát nagy részben félelem van, hogy úristen, mi fog történni. Azt gondolom, hogy megint a változás szele, én ennek körülök, hogy eljött, sőt, jöhetett volna hamarabb is. A lényeg az, hogy hogy folyamatos bevezetés, ezt szeretném fejlődni. Tehát lesz egy év, amíg lesz kezünkben recept, aki akarja, lesz a kezében recept, és ugyanakkor megjelenik az internet alapú, tehát bemegyek egy patikába, és itt én ki fogom tudni váltani, amit nekem felírt vagy az orvos, vagy a, a Practice Nurse, tehát az a kiemelt kompetenciájú, és én ezt az országból bárhol megtehetem, hogy ez egy fontos. A, az, hogy én hogyan veszem át, nyilván vagy e-igazolványom e kell, hogy legyen, tehát e-szemigazolvány, vagy egy ta és egy szemigazolványjal bizonyítom, hogy én én vagyok, át tudom venni. Van meghatalmazás, tehát ugyanúgy létezik a meghatalmazás, hogy bárki átveheti, hogyha én megírom nekem a meghatalmazást, ez egyenlőre még úgy néz ki, hogy papír kell, de nyilván ezzel a digitális világban is e, igazán, azt gondolom, hogy megoldható lesz majd a későbbiekben. Tehát, ami nagyon fontos, átmeneti időszak lesz egy évig, tehát lesz papíralapú is, és digitális recept is, tehát működő lesz a világ. Nyilván ezzel szerintem az embereknek könnyebb lesz. Én is hagytam már el receptet az elmúlt éveim alapján. Ez most meg fog szűnni, mert minden ott lesz a fent a Fenta hálóban, és ugyanakkor minden nyomon követhető. Tehát, hogyha elfelejtem, hogy. Írta ki, nem jött ki, kiváltottam, nem váltottam, minden ott lesz. Tehát minden nyomon követhető, nekem, mint lakosnak is, és nyilván az egészségügyi dolgozóknak is. És ezt egy fontos dolgot, bocsánat, hogy mondjak, mert nagyon fontosnak tartom: hogy mindig van az, hogy házi háziorvos, és van a gyógyszerész. Ne felejtsük el, hogy minden patikában van gyógyszerész, szakember, akik tudnak segítséget is adni. Tehát nem a gyógyszer kiváltására gondolok, hanem hogyha nem recept alapú gyógyszert szeretnénk, akkor kérjék már a segítségüket a gyógyszerészeknek. Nagyon jó kompetenciával, nagyon jó szakemberek vannak, és ma Magyarországon még nincsen bizalom így a gyógyszerészek tekintetében, de azt gondolom, hogy együttműködésnek kell lenni. Ez is fel kell a lakosságnak. Hol tart ennek a rendszernek a kiépítése itt a megyében, vagy akár a megyeszék no, nagyon nehéz így számon tartani azt, mondom, hogy november esétől indulnia kell. Ügyeletekben még nem kötelező, ez hmm. fontos. Tehát megvannak határozva, hogy minden házi orvos, tehát felnőtt gyermek vagy, vagy espraxis, nem működni kell fogorvosoknál, és működni kell november 1 Nyilván ez majd november 2-án lehet megmondani, hogy hogyan sikerült csatlakozni. Tudni kell, hogy itt szoftverek vannak, tehát olyan programok vannak, amelyeknek kell csatlakozni ebbe a rendszerbe, és az orvos része ugyanúgy meg fog nyitni egy internetes felületet, ahova ugyanúgy adminisztrálni fog, tehát nem kell külön három programot megnyitni, hanem igazán, megnyitok egy internetes felületet, az az EST rendszer lesz, és azon belül lesz egy receptíró, amikor rákattintok, akkor a receptet meg fogja írni. Tehát nem kell bonyolult, nyilván itt az egyszerű van. És hát a páciensek adatvédelme pedig kiemelt, ezt is elmondták a sajtótájékoztatón, és nagyon szépen köszönjük, igazgató úr, hogy eljött hozzánk.